Hát én se hittem volna, hogy valaha a végére érünk, de ez az utolsó része a Kérdezz Fellek videónak, és elég rövid lesz az ilyen WTF, vagyis nem értem kérdéseket, vagy éppen költői kérdéseket fogok válaszolni. A nyakadba tudod akasztani a lábadat? Szerintem igen, csak nem akarom megpróbálni, mert félek, hogy úgy maradok. Nagyon helytelenül irok. Igazából igen, bár... Én nem lepődök meg ezen, hogy a mai fiatalok nem tudnak írni. Tudom, hogy direkt írtál így, csak az a baj, hogy van, aki nem direkt ír így. Fel tudsz váltani egy 100-ast 20.000 forintra? Nem tudok felváltani, viszont erre eszembe jutott egy történet, amikor még harmadikos vagy másodikos lehettem általános iskolában. Nem tudtam, hogy hogy megy ez a felváltás, és én halál komoly egyik piacon fel akartam váltatni egy 50-est egy 100-asra. Hát nem röhögtek körbe. Baj, hogy össze-vissza kérdezgetem a hülyeségeket? Nem baj végül is, mert a Kérdezz Fellek videónak ez a célja, hogy hülyeségekre is válaszoljak. Keks vagy süti? Most X vagy KS? Hát attól függ, milyen süti. Szerintem, hát süti inkább, a keks az olyan uncsi. A hangszint a hanglétráról festik a hangfalra? Haha, én ezt már kérdeztem Otalától, nem tudom, hogy ki írta. Egyébként a válaszom pedig, de hány ujjamat mutatom? Szar lehet így három ujj nélkül. Miért pont Alaszka? Ez nem úgy volt, hogy miért éppen Alaszka? Hát mi legyen Kambodzsa? Egy meg egy, az néha három is. Na ezt meg úgy ismerem, hogy kétszer kettő néha öt. Úgyhogy valószínűleg talán. Akarsz egy közös videót csinálni velem? Hát nem tudom, milyen videóra gondolsz igazából, azért mindenben nem megyek bele, de hát valaki akarna közös videót, akkor az keressen meg, csak azt kérném, hogy olyan ember keressen meg ilyen céllal, akinek már van videója, tehát ne olyan első videós, hogy ez lesz az első videóm, és akkor rögtön én szereplek benne. Na, hogyan akarnál meghalni? Nagyon kedves egyébként, én sehogy nem akarnék meghalni. Egyébként meg nem, tehát ilyen nem gondolkozok, ez hülyeség. Mit csinálnál, ha betiltanák a PC-n való játszást, és ha rájönnének, hogy te PC-n játszol, kb. 10 év börtön járna érte? Te játszanál tovább illegálisan? Esélytelen, tehát még egy fél év is baromi sok, hogyha elveszik az életedből, nem hogy 10 év, nem éri meg. Hová tűnik az ölem, ha felállok? Nem tudom, gondolom viszed magaddal, nem tudom. Mikor nyomunk egy Heroes 3-at? Hát, hogyha fönt vagy, és valahogy meg tudjuk oldani, én benne vagyok. Egyik, sőt a kedvenc Heroes részem a három, úgyhogy okés. Jó, ezek a matekos kérdések jönnek. Ha egy három egységnyi élő tömör kockát befestünk, és feldaraboljuk egyforma kisebb kockára, hány kis kockának lesz két oldallapja festett? A blogon azt hiszem 8-at mondtam, de ez rossz válasz. Múltkor kiszámoltam, azt hiszem 12 jött ki, ez a helyes. Következő matekos. Van egy kocka. Hogy tudod úgy kis kockákra darabolni, nem muszáj egyenlő méretűre, hogy 49 kis kocka legyen belőle? Kis segítség, ha a kockát keresztalakban vágod fel, akkor 8 kocka lesz, viszont ha azokat keresztalakba, akkor mínusz 1 plusz 8. He? Azért én szerettem a mateknak a geometria részét, de nem, tehát fáj a fejem az ilyentől. Mi Uganda fővárosa? Kampala. A legtöbb ember miért nem tudja, hogy Uganda fővárosa Kampala? Hát gondolom az ugandaiak tudják, és a legtöbb ember nem ugandai. Meg amúgy szerintem senkit nem érdekelt. A kenyér mindig a vajas oldalára, a macska pedig mindig a talpára esik. Mi van, ha a macska hátára vajat kenünk? Hát erre van egy viccem, amikor a zsidók, tehát nem rasszista vicc lesz, tehát a zsidó gyerekek azt tanítják. Azt tanítják a zsidó gyerekeknek, hogy a kenyér mindig a vajas felére esik, és ezt próbálgatják, tehát dobálják a vajas kenyeret, és csodák csodára egyszer csak nem a vajas felére esik. Elmennek a rabbihoz, és mondják neki, hogy te rabbi, hát megdőlt a szabály, hogy nem a vajas felére esett. Néz a rabbi egy kicsit, és akkor mondja, hogy biztos a jó felét kentétek meg? Következő kérdés, kérsz chipset? Chipset nem kérek, viszont tök magot, vagy valami jó kis piát kérnék, igen. Miért nincs még zombi apokalipszis? Miért szeretnéd, hogy legyen? Ne legyen. Mi lenne, ha a lustaság fájna? Hát, szerintem a föld 3/4 lakossága ordibálna. Mit gondolsz a nyugati bab árakról?
Most ami beugratós kérdés, amit ismernem kéne, hát nyugati bab árakról. Nem szoktam nyugati babot venni, én otthon termesztjük a babot, az ingyen van. Mi az élet értelme? Én válaszoljak erre, hogy mi az életem értelme? Az életem értelme az, hogy úgy éld le, ahogy neked tetszik. Közben boldog legyél. Szerintem ez a lényeg. Utolsó kérdésnek ezt változatlanul, tehát szerkesztés nélkül leírom. Ez a kérdés, amit tényleg lepadlóztam, a írásjeleknek és a hangsúly szabályoknak megfelelően fogom elmondani, szóval szia kérdéseim, te hogy kezdesz mondjuk el egy videó felvételét, mivel, ha Fraps, akkor hol lehet full verziót beszerezni, és mivel vágod meg? Igen, szóval erre nem tudok mit mondani. Ez a kérdés az, amin gondolkoztam, nem tudom, tehát szia kérdéseim, köszönöm a kérdéseidnek. Te hogy kezdesz mondjuk el egy videó felvételét, erre már válaszoltam egyébként. Mivel, ha Fraps, akkor hol lehet full verziót beszerezni, és mivel vágod meg? Full verziót az interneten lehet beszerezni, a Fraps-et mivel vágom meg? Én nem vágok meg. Ja, hogy videót, jó van, azt is mondtam már. Hát, elég sok kérdésre választ adtam. Még egyszer köszönöm a rengeteg kérdést, és hogyha még esetleg lenne igény rá későbbiekben egy második kérdezz felelek videóra, mondjuk rövidebb határidővel, akkor jelezzétek felém, és akkor lesz. Tehát még utoljára megköszönöm tényleg a kérdéseket és a türelmet, hogy végignézted ezt a 9 videót, majdnem 10 lett belőle, és minden jót nektek, nézzétek továbbra is a blogot, szevasztok!